Sziasztok! Kinga vagyok. Augusztusi olvasmányélményekről még mindig nem sikerült magamat utolérni, és szeretném újabb 4 könyvvel megörvendeztetni magamat, illetve benneteket, hogy elmondhassam, hogy miket is gondolok róla. Legyen az első Terász Ivektől, vagy Sájvek, a Csábítások és Csemegék. Nem tudom, mennyire fog ez látszani. Egy eper van a borítón, csokoládéba mátva. Ez a könyv számomra nagyon meglepő volt. Ez a könyvmoly képzőnek a Rubin Pöttyös sorozatából való. Én elkezdtem olvasni, és azt hittem pár oldal után, hogy mindjárt földhöz vágom, és el sem olvasom, és keresek valami mást is, és a kihívások se érdekelnek. Tehát amikor úgy kezdődik egy könyv, hogy nem akarok gyereket, meg milyen rossz, meg így, meg úgy, meg hát ez egyszerűen borzasztó volt, tehát kriminális. Tehát értettem, először azt hittem, arra fog itt elmenni a könyv, hogy gyermek nélkül is lehetünk boldogok, és hogy nem csak ebből áll a világ, hogyha valaki úgy boldog, hogy nincsen gyermeke, mert ő úgy érzi, hogy ő nem erre született, ő nem való szülőnek. Én ezt is el tudom fogadni, de nem vagyok benne biztos, hogy ezt ilyen formában kell. Majd jött egy nagy kattanás, és hát mit ad Isten, terhes lesz a mi kis kislányunk, a kis 18-20-20, hát ilyen 18-20-valahány éves korig, tehát ilyen fiatal egyetemistaként, egy éjszakás kalandból, mivel nem hagyta békén a legjobb barátnője, hogy elveszítse szüzességét, nem is akartam úgy csak a tanulásra koncentrálni, meg voltak a tervei, és hogy ő soha nem akar gyermeket, és stb. Stb. Igen ám, de hát az ószer ugye nem nyújt 100%-os védelmet, a szüzességét elvesztette, nem is volt olyan hú, de jó élmény neki, de a srác, akivel ez megtörtént, az tetszett neki. És hát viszont, mivel egy éjszakás kalandról beszélünk, itt valahol találkoztak, megismerkedtek, egy szép estét együtt töltöttek, és akkor jött a végén ugye az esemény, ahol mind a ketten, hát fogalmazunk úgy, egyikük sem volt szomjas, és megtörtént, igen, nem csak a csaj nem akarta, ugye, hogy folyamánya legyen, mert hogy ő minden áron a leckére akart, meg a tanulmányaira, meg a terveire koncentrálni, és ott hagyta ezt a fiatalembert. És hát eltelt egy kis idő, mire rájött, hogy hát ő bizony terhes lett. De mivel a srác nem tudta az ő nevét, ő nem tudta a srác nevét, na most mi legyen. Ugye itt kollégiumi buliról volt szó, tehát visszamentek a kollégiumba, megkérdezték, ki hívta meg, ki is ez az ember, stb. Stb. Jöttek is a dolgok egymáshoz, majd mindenki felkutatja, és akkor hú, de szuper lesz, a csaj már teljesen ki volt akadva, és hát sajnos nem lett meg a fiatalember, hát de tudta ő, hogy ő is hibás, tehát mondjuk én szerintem a legnagyobb pozitívum itt az volt, hogy ez a lány, ez teljesen magára vállalta a felelősséget, nem volt mismásolás, nem a másik volt a hibás, igenis ő is ugyanolyan hibásnak tartotta magát. Tehát én ezelőtt le a kalappal, nem merült önsajnálatba, így alakult, a saját gyermekét nagyon megszerette, és neki a szülei is elváltak, az édesapjával maradt, az anyja az elköltözött, de nagyon jó kapcsolatban maradtak. Hát mit mondjak még nektek? Teltek múltak az évek, 4 éves lett ez a kis fiatalember, egy kis fiú született ebből a szerelmes estéből, és a kisfiú az csúcs. Én nekem ő vitt el a könyvet. Annyi helyzetkomikum, és annyi poén volt benne, ez a kisfiú annyira cuki, tehát én nem tudom, lehet, hogy ezt csak azok élvezik, akik már kisgyermekeket neveltek, vagy most van nekik olyan, vagy, de annyira bele tudtam magam képzelni, hogy ott vagy egy gyerkőccel, és ugye nagyon sokszor hiába neveled úgy, ahogy te elgondolod is, ugye nem is tudom, kitől hallottam azt, hogy ugye mindenki addig tud jól gyereket nevelni és megmondani, amíg nem lesz saját gyermeke. Tehát nem véletlenül szokták azt mondani, hogy mindenki a saját módján rontja el a gyermekét, mert oké, vagy olyat is hallottam már még, ami nekem nagyon vicces volt, hogy minden szakkönyvet elolvastunk, egyetlen egy probléma volt, a gyerek egyiket sem olvasta. És szerintem ez így igaz. Tehát próbálkozhatunk mi mindennel, és persze mindent otthonról hozunk, de azért van egy óvoda,
bölcsöde, iskola a nagyobbaknak, és azért onnan is sok mindent hoz, egy játszótér, egy bármiről, tehát a gyermekek sajnos nem csak tőlünk tanulnak, még hogyha, és hát nem sajnos, mert hála jó Istennek, mert ne is legyen úgy, mert na hát mi is emberek és gyarlók és hibásak vagyunk, és semmit sem csinálunk mi sem tökéletesen, mert senki sem az, de van egy elképzelt dolgod, és nem úgy alakul, és akkor, hogy mennek, és mondja sok vicces dolgot, tehát úgy vicces, hogy egy 4 éves fiú szájában, mert hát amúgy semmi poén nem lenne benne, ha nem lenne köré forma ez a komikum, ez a helyzet, én nagyon élveztem. Aztán, mit ad Isten, összetalálkozik a fiatalemberrel, újra összejönnek, itt a gyerkőcről is hamar lekerül a lepe, hogy igen, ez az ő gyermeke, és minden happy end el fog zárulni, de addig sok vicces dolgon és jeleneten megyünk keresztül. Hát sajnos a valóságban nem nagyon hallok ilyenekről, de a fiatalember előtt is le a kalappal, tényleg úgy viselkedett, ahogy az elvárható lenne. Ő is kereste, mint kiderült, ezt a hölgyeményünket, a főszereplőnket. Ő sem találta, ő sem tudta a nevét sem természetesen, de aztán minden happy és minden szuper. Ez egy sorozatnak a kezdőkötete. Én nem tudom, hogy el fogom-e olvasni a folytatását, mert a csábítások és csemegékből, ami megmaradt, az tulajdonképpen az egy bolt neve lesz, ahol is a legjobb barátnőjével végül is közösen nyitnak egy boltot. Hát történik itt még azért egy-két dolog, de én ezt emelném ki. Szerintem a legjobb ez volt benne, hogy tényleg ez a gyerkőc, ez annyira jó volt, annyira vitte a dolgokat. Tényleg annyit kacagtam, tehát úgy belekézeltem magam, és úristen, ott helybe süllyednék el. Ami egy picit nekem negatívumként még felsorolható, és elmondható lenne erről a könyvről, az a irdatlan mennyiségű káromkodás, illetve csúnya beszél, nem is tudom, hogy fogalmazzak, végül is egy Rubin pöttyösbe belefér, ne legyünk álszentek, mi is szoktunk káromkodni, még hogyha csak magunkba is, vagy mikor már gyerek alszi, vagy bármi, de nincs olyan ember, akinek nem csúszik ki soha semmilyen szitok szó a száján, vagy legalábbis nagyon kevés, úgy gondolom. És én is igyekszem azért a minimálisra törekedni, vagy a semmire leginkább, de hát mindig megvan az a helyzet azért szerintem mindenkinél, hogy előfordul. És én tudom nektek ajánlani ezt a könyvet, az első 20-30 oldalon, ha túlendőltök, és a stílust magával tud benneteket ragadni, akkor én szerintem olyan szinten letehetetlen, mint egy romantikus regény. Tehát aki szereti a romantikusokat, annak ez szerintem tök jó. De mondom, szokni kell a stílus, tehát tényleg ne legyünk álszentek. Ez az eleje az nekem nagyon nem. Nagyon nem, de mondom, utána már megértettem, hogy miért így kezdődött a sztori. Miért így akarta bemutatni az írónő, mert így érthettük meg, hogy mit és miért csinál ez a hölgy. De azért ez lehetett volna talán egy kicsit másképp, ki tudja, lehet pont így kellett lennie. Aztán mindenképpen meg szeretném említeni egy másik nagy, hát nem is az, hogy kellemes csalódásomat. Történelmi regényeket sem nagyon olvastam, és én mondtam nektek még az augusztusi beharangozóban, hogy például Bíró Szabolcs Anzsuk sorozatából a Lilium és vérrel fogok nyitni. Mondjam már az értékeléseimet, majdnem mindenről megírtam, mert próbálok azért haladni, amíg még emlékezetem nem csal. Itt, hát ugye az Anzsukról van szó, itt a főszereplőnk, itt az 1300-as években vagyunk, és Bátor Attila az egyik szereplőnk, akiről végül is, hát én nem olvastam a pillanat, egy kis türelmet kérek, mert itt láttam a hozzászólásokban, hogy van Bíró Szabolcsnak egy másik sorozata, Non Nobis Domine, tehát én ezt nem olvastam, tehát én nekem, és írták, hogy jó lett volna azzal kezdeni, akit érdekel a kor, vagy ez a sorozat. Én enélkül is élvezni tudtam, de Bátor Attiláról, itt tulajdonképpen, aki úgy jár, mint én, az tulajdonképpen majdnem a legvégén tudja be, hogy ő egy templomos lovag volt, és akkor honnan jön ez a Lilium. És Károly királlyal, ő még a Rozgonyi csatában voltak együtt, testvéreként szinte, és utána a király megengedte neki, hogy menjen haza, alapítson családot, legyen földje, stb. Valahol itt kapcsolódunk be az eseményekben, hogy Károly otthon van a feleségével, rendezgeti ott a földjét, és egyszer csak valakik jönnek. És hát aztán kiderül, hogy Károly jön, és szól neki, hogy
mit ígértél nekem? Azt, hogy bármikor, ha szó van, akkor én jövök és megyek és segítek. Azt tudni kell, hogy közben ugye Csák Máték idejébe járunk, és Csák Máté meghal, mert mindenkit legyőzött Károly Csák Mátén kívül, őt nem tudta legyőzni, és így felszabadult a felvidék, és meg akarja szerezni 28 várat, talán ebben már nem vagyok benne biztos, de nagyon hosszú csatára kell felkészülni, végülis Károly ráveszi Bátor Attilát, hogy menjen vele, mint a hadnagya. Tehát tulajdonképpen én úgy vettem észre, hogy a seregnek az élén van ő tulajdonképpen, de már nagyon sokan nem ismerik, mert ugye eltelt közben, nem is tudom, kb. 10 év talán, és mindenki aztán rájön, hogy ő igenis tud, és nem véletlen van ott, ahol. Mennek is, és a Trencsén várát foglalják el utoljára, nem minden nehézség nélkül. Történnek nagyon szomorú dolgok. Én a végétől teljesen kész voltam, mikor hazament, mert hát ugye közben mondja itt a dolgokat, de az a lényeg, hogy az a szép kis hely, amit ő magának megálmodott, és létre is hozott, ott van az asszony, a fia, és hát sajnos ugye történik velük a végén az, ami. Úgyhogy nem terveztem a sorozat folytatását, úgy gondoltam, hogy bele-bele csapok itt-ottam ott a történelmi regényekbe, hogy ezzel is tágítsam egy kicsit a látóköröm, és mindig majd más világokba menjek, de annyira kíváncsivá tett, hogy a legvége, hogy a szótlan ember megszólal, és akkor itt jön ő, itt a liliomos lovag, vagy a lilium lovag, vagy valami ilyesmit, és hogy úristen, mi lesz itt még. Hát nagyon-nagyon felkeltette az érdeklődésemet, úgyhogy valószínű, hogy ezt is majd, hát nem is mostanában, de biztos, hogy folytatni fogom ezt a sorozatot is. És ezt is tudom ajánlani nektek, még akinek ugyanúgy, mint nekem, nem zsánere. Érdekes elolvasni, mert hála jó Istennek nem egy száraz történelmi könyvet kaptunk, ahol tényleg soros, hogy jó, igen, ez történt, x év, x hónap, x napján ide mentek, onnan oda mentek, hanem van egy kis regényes formája, jobban olvasható, és a kort is tényleg átadja az író, tehát bravó, tehát én, szóval ez a magyar szerzőket is, ezért nagyon szeretem, és végre olyanról is olvashatunk, ami tényleg a saját történelmünk, hogy honnan jöttünk, kik voltunk, milyen őseink vannak, és mit miért csináltak, hát ugye az egyértelmű, hogy a testvéri szeretet az úgy, ahogy van, azért megszűnt most már nem testvérek, hanem igenis király, és igenis alattvaló, de hát én nekem ez a könyv, ez minden formájával, minden lélegzetvételével én nekem tetszett. Én nem is tudom, mivel tudnám még felkelteni az érdeklődéseket. 4,5 csillagot adtam rá a Mojon, és mondom, hogy tényleg, tehát zseniális volt, nagyon kíváncsi vagyok a bosszúra és a Lilium rovagra, úgyhogy lehet, hogy nagyon hamar elő fogom én ezt a sorozatnak a folytatását venni. Aztán olvastam még szintén magyar szerzőtől, Frank Mártontól a Páratlanokat. Hát ez se értettem, Isten igazából, hogy egy magyar íróról beszélünk, aki egy francia kisfiú, vagy egy francia országban, Párizsban élő kisfiúval nyitunk. Aki az iskolában van, vagy az iskolában megy, és unja, és stb., és nem is szeret tanulni, és akkor megint bemegy a suliba, és akkor mondják, hogy jön a teszt, azt hiszem szeptember 8-án írni fog mindenki a világon, az összes gyermek írni fog egy tesztet, és akkor a legjobbak bekerülnek a Páratlanokba, de kik ezek, vagy miért, vagy hogy csinálják, senki nem tudja, még a gyerekek sem. Majd eltelik egy kis idő, itt nem is nagyon esik róla szó, aztán hirtelen 13 gyerek felébred egy mezőn, vagy valami ilyesmiben, ami ott van nem messze egy erdőtől. Magukhoz tényleg, aztán rájönnek, hogy úristen, nekik saját magukról kell gondoskodni, ott vannak egyedül 13 gyerek, de 13 teljesen különböző nemzetiségű, és aztán mindegyik 13 éves, tehát a 13-as szám az valamilyen, nem tudom mit akarhat majd a későbbiekben takarni, de 13 évesek és 13-an vannak, és akkor fel kell találniuk magukat, ezek amúgy egy nagyon jó képességű gyerekek, nem mindegyik volt kitűnő tanuló, nem mindenkinek az iskola volt a mindene, sőt, de amúgy van egy magyar kisfiú is, Tamás, de van még itt orosz, azt hiszem japán, angol, ugye a francia egyértelmű, akkor azt hiszem van holland,
Hát szóval tényleg sokan, sokféle nemzet, két egyforma nincs, és itt az orosz, hát ugye az a tipikus orosz embereket, ahogy így leírja, tehát van azért benne egy kis tipizálás, egy kis részrehajlás, de úgy gondolom, hogy ez még belefér, és akkor túlélik, de közben ez a Gerard, akiről tulajdonképpen a főszereplőnk, ő bekerül a farkas, megöl egy farkast, aki megtámadja, teljesen véletlenül sikerül, így ő a szalmadarok királya lesz, igen ám, de akkor ők hozzá is jönnek, és akkor meg akarják őket támadni, de akkor az nem úgy sikerül, és ez is elmúlik, visszamegy a társaihoz, találnak valami kastélyt, bemennek, és akkor kiderül, hogy ők arra vannak hivatva, vagy azt szeretné egy Karumoto, vagy valami ilyesminek hívják, valami öreg ember, hogy a világot mentsék meg, mert senki más nem teheti meg, csak és kizárólag ők, és hogy ők azért lettek erre a célra, ez egy próba volt, most át kell menniük még egy próbán, három ajtón kell keresztül menjenek, és hogy ezt ők elfogadják-e, és aztán elkezdődik a kiképzésük, a tényleg varázslatos dolgokat tesznek meg ezek a gyerekek, hogyha azt nézem, hogy 13 évesen mekkora tudással rendelkeztünk, és hogy ezt meg tudtuk-e volna tenni, bár a gyerekek elég találékonyak és kreatívak, azért nem biztos, hogy mindenki meg tudta volna ezt is így, ahogy ők megtették tenni, és akkor a végén tulajdonképpen kapunk egy kis ízelítőt abba, hogy ki is a főgonosz, ki ellen kellene küzdeni, közben ők azért haza akarnak menni természetesen, mindenki haza szeretne jutni, úgyhogy megy itt a kis furmánkodás Gerard, valahogy megszerzi a dolgokat, amik kellenek, igen ám, de van közben egy áruló is köztük, azt már nem mondom meg, hogy kicsoda, és akkor tulajdonképpen megszöknek, hazatérnek, és éppen nyit be a szobájában, mert mindenki ejtőernyővel egy repülőgéppel menekülnek meg, és az ejtőernyővel kiugranak, és akkor itt van vége. Nem mondom azt is, hogy ezért is rohanni fogok a következő része, de ez is nagyon tetszett, és biztos, hogy ezt is fogom folytatni. Tehát annyi jó sorozatba kezdtem bele hirtelen, és magyar szerzők is, és tényleg nagyon szerettem, és élveztem, és nem is voltak rosszak ezek. Mindegyiknek megvolt a maga szépsége, és mégis annyi jó könyv vár, hogy nem tudom most hirtelen besúvasztani őket, de mindenképpen ott maradnak a figyelmem központjában, és fogom figyelgetni, hogy ha esetleg egy kis időm úgy adódik, akkor majd bebeszúrom ezeket a történeteknek a folytatását, mert ez is nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Még annyi esetleg, hogy a főszövegben ugye volt szó egy szerelmi szálról Gerard és Helen között, biztos lesz a későbbiekben jelentősége, itt még azért nem nagyon volt, nem nagyon, hát egyáltalán nem is létezett, azt tudjuk, hogy Gerard talán, hát kimondva nincs, de szerelmesebbe a kislányba, Helenbe, mert ugyan ő nem Ellen, ő Helen, mert az édesapja az angol, az anyukája francia, de meg mindegy. Tehát itt még annyira nagy dolgokat nem kell ebből levonni. A lényeg az, hogy itt még én ilyen nagy szerelmi szállal, vagy ilyesmivel nem találkoztam, itt két gyerek talán megtetszik egymásnak, és elkezdenek beszélgetni, de a beszédnél még tovább nem jutnak. Úgyhogy tényleg tipikus, kb. 10-12 éves gyerekeknek tudnám ezt ajánlani, hogyha gyerekekről van szó, de felnőtteként én élveztem ezt a könyvet, szóval ez jó volt, egy jó kalandosztori, izgalmas volt, jó feladatok voltak benne, és hát az egy kis, ez a misztikus, ez a szalmadrokról azért még olvastam volna, tehát tetszett ez a farkasos rész, a ninzsás rész is, tehát a ninzsák én nekem amúgy is nagy kedvenceim volt, én említettem, hogy egy olyan, aki mint én, hogy a Jean-Claude Van Damme, Michael Dudikoffon nőttem fel, ugye az amerikai ninja sorozat, meg a kickboxer, meg a véres játék és társai. Én nagyon szerettem ezeket a történeteket, filmen is, és akkor most egy ilyen könyvet kapunk, hát azért volt benne, tehát ez a akármiben, amiben belefeküdtek, és meggyógyította őket, ez volt, azt hiszem, a Wanted című filmben, mert mondtam, hogy régen néztem azért filmeket, és most már kevésbé, nem nagyon találok olyat, ami tetszik, de abban is volt egy ilyesmi, vagy nem ebbe volt, lehet nem a Wantedba volt, nem tudom, ott valami szőttes volt, és akkor ott mindegy is, Angelina Jolie is játszott benne többek között, az biztos. Szóval voltak benne olyan részek, amiket én vagy láttam, vagy olvastam már valahol, de mondom, hogy olyat, ami nem azt nagyon nehéz, de maga a megálmodott világ, és egy kicsit én nekem olyan kis disztópikus volt ez a történet, vagy ilyen urban fantasy-szerű, mert ugye városra nem mondhatnám, disztópiának nem mondhatnám,
még, de utópiának sem, szóval ez, tényleg ez a fantasy, ez ráérik egy kicsit olyan misztikus is. Jó könyv volt, azt tudom ajánlani ezt is. És akkor, amivel még adós vagyok, az ugye Fialbaka történetek. És én most sajnos elbúcsúzok ettől a sorozattól, az utolsó részt, a Boszorkányt is ugye elolvastam, és szeretném hozni nektek. Próbáltam húzni, halasztani, hogyha már olvastam, és azért, amíg beszélek róla, még velem vannak a szereplők. A borítón egy kislány van, ahogy megy be egy homályos erdőbe, nem véletlenül. Itt is több idősíkon fut a cselekmény, Kamilla nagyon jól csinálja ezt, bár már szerintem kifogyhatott az ötletekből, és azért lett ennek a sorozatnak vége, pedig én tényleg annyira élveztem, és én még annyira olvastam volna Martinnal, ahogy végre Tuvával esetleg egy új helyre, hogy beköltöznek majd a végén, és akkor majd ezzel az új nővel megtalálja a számítását, vagy Annáékkal is most már úgy látszik megbékélt a legvégére. Akkor ugye hát Hedström és Erika a két főszereplő, és a kis rakoncátlan gyerkőcök, és a kis komoly kislányuk, vagy Melberg is a végére elkövet még nagyon nagy hibákat, itt ebben a részben is, de én szerintem a végére most már úgy néz ki, hogy felnőtt, így nyugdíj előtt azért már nem csoda, hogy valaki végre egy kicsit komolyabban is vegye a dolgokat, nem teljesen. Pauláik is ott vannak, szóval jó kis sorozat volt ez, a gyilkosság, hát az borzasztó volt, ugye egy kislányt mikor meggyilkoltak, és hogy miért gyilkolták meg. Én nekem az LMBTQ-szál, ami itt jött, az nem értettem, hogy miért kell ez így bele. Tehát nem maga az LMBTQ-szál, mert most, hogy van benne, nincs benne, az egy dolog. De én értem, hogy nehéz lehetett, de miért kell ez egy gyilkosság azért, vagy nem tudom. Szóval én nekem ez egy kicsit úgy sok volt, ez talán nem így kellett volna, vagy ez nem tetszett nekem, ez nem az én szájízem szerint volt. Nem kell azért gyilkolni, hogy azzal legyünk, akit szeretünk, mert az, tehát erőszak erőszakot szül, én inkább ezt mondanám. Nem, tehát biztos lejött már, hogy nem vagyok az abszolút az erőszaknak a híve. A békésebb megoldásokat sokkal jobban szeretem. És tudom, hogy nem lehet mindig ezzel is tisztában vagyok, ne legyek naív, én nagyon naív vagyok, de én mindig azt mondtam, hogy én fel mindenki azt csinál, amit akar azzal, akivel akar, amíg a törvényt betartja, és senkinek nem okoz fájdalmat. Legyen az szóbeli bántalmazás, vagy fizikai bántalmazás. Miért nem tudunk mi emberek meglenni egymás mellett? Én tényleg, tehát engem, ha én fel bárki, bármit, bárhogy, csak tényleg ez a kettő legyen meg, hogy ne bántsunk meg senkit, és tartsuk be a törvényeket. Ez azért teszem hozzá ez a törvény betartását, mert mégis ha lopsz sem bántasz meg hirtelen senkit, de ugye az nem törvényes, tehát azért tegyük hozzá, hogy ennek sem a híve, tehát semmilyen bűncselekmény. Már főleg lehet szerintem azért is, mert egy krimiről is szó van, és azért a fiatalon elcsend dolgok, ugye szerintem nincs az, aki nem próbálja meg, de azt mondjuk nem tudom mennyire venni, mennek inkább ilyen határtágításnak, de mindennek megvan a következménye, és az oka is, és az okozata is, de azért ezt is így megtenni két férfi részéről, és úgy, ahogy hány ember életét tették így tönkre hosszú távon. Illetve az a más, tehát az idősík, az 1600-as években menjünk el, azt hiszem most, hogy még hamarabb is, 1700-es, nem tudom, visszamegyünk a boszorkány üldözésig, elnézést kérek, hogyha az évszám hirtelen nem jut eszembe, tehát ezt sem most olvastam már, de az, hogy egy olyan nő, akit kikiáltanak boszorkánynak, az, hogy ki az, ha elolvasátok, megtudjátok, és ahogy meghal meg, amilyen kínzások vannak, ez szörnyű, de én szerintem ez annyira nem volt most benne ebbe az egész történetbe. Értem én, hogy így magyarázza, hogy ez az átok, ami több száz éven keresztül, és akkor most fog lezárulni, mert most meghal mindenki, aki bármilyen leszármazotta volt, de én nekem ez most annyira nem tetszett, és így sajnos nem tudtam az 5 csillagot megadni a legutolsó részre, és 4,5 csillag lett. A nosztalgiából is, meg az örömből is, hogy tényleg amúgy jó volt ez a rész,
izgalmas, érdekes, nagyon sok minden gondolatot, érzést hozott nekem, nagyon sokat tudott adni, gondolatokat, ugye a bevándorlással kapcsolatban, még amúgy, amikor leírja, hogy néztem, hogy 2008-as évekről beszél talán, vagy 2018-asról, már így hirtelen nem tudom, de a bevándorlás az itt is, most is, még mindig téma. Hát a boszorkányüldözés már sajnos, hál' Istennek nem. Viszont én ráraknám szívem szerint a bullyinget, mint címkét is, és aztán nem tudom, hogy rámertem-e rakni, vagy sem a molyon, mert a gyerekek, ahogy egymással bánnak, és ez a mai világra annyira jellemző, én nem tudom, hogy ez most párhuzamot akarta vonni az írónő a bevándorlókkal és ezekkel az iskolás gyerekekkel, de én azért ezt nem tudnám ennyire meghúzni. Tehát az, hogy félünk az ismeretlentől, és az idegenektől, attól, hogy másképp élnek, és ide jönnek ezek az emberek, én mindig gondolkozok, hogy tehát, hogyha ha tényleg magamban mélyedek és elgondolkozok, akkor mindig két dolog jut erről az eszembe, és megint nem leszek népszerű, de megint csak elmondom. Az, hogyha arra gondolok, hogy jön egy család, vagy egy férfi, vagy jön egy nő, vagy egy gyerek, vagy bárki, aki azelől menekül, hogy lebombázzák, megöljék a családját, védi, óvja és menekül bármi elől, akkor persze, jöjjön, segítsünk, stb. De. És itt van a nagy de, én az, hogy tömegesen bejön így és ahogy, hogy oké, hogy más kultúra, mások az emberek, de én uram bocsá, hogyha én elmegyek egy új munkahelyre, elmegyek egy új településre, ahol még nem jártam, vagy csak bemegyek egy boltba itthon. Tudom, hogy ez nem népszerű dolog már, és nem így vannak az emberek, de azért álljunk már meg. Tehát, ha én megyek valahova, valakihez, vagy valahova be, akkor én nem úgy megyek be, hogy én vagyok az Isten, és itt most az lesz, amit én mondok, hanem jó napot kívánok, egy kis segítséget kérnék, vagy ezért és ezért jöttem, és csöndbe maradok, és majd akkor felelek, ha kérdeznek. Nem azt mondom, hogy meg kell alászkodni, nem. De maradjunk emberek. Az ember az azt is jelenti, hogy a másikat meghallgatom, nem? Vagy tehát azért a minimális intelligencia legyen már meg. Tehát az, hogy nem elvárok dolgokat, hanem hogyha kapok, megköszönöm, ha nem kapok, így jártam, én jöttem, megpróbálok tenni, kérek, ha kapok, kapok, ha nem kapok, akkor megyek tovább, vagy nem tudom, tehát, de az, hogy úgy várok el bármit, hogy én semmit nem teszek érte, én ezt sose értettem és fogtam fel, hogy ezt miből gondolják, és ez most teljesen politikamentes, és senki ellen, vagy senki mellett nem vagyok, én maguk mellett az embereket nem értem sokszor, és mielőtt bárki bármit mondana, én, ha nem is, a férjem dolgozott olyan helyen, ahol ezek az emberek bejöttek, és mikor hazajött és mesélte, hogy a kisgyereket tartotta maga elé, hogyha bármi van, akkor őt lőjék, vagy nem is értem, pedig itt tehát ilyen nem is lehetett volna itt nálunk, hogy őket ott lelövik, nem is volt senkinek semmi fegyver a kezébe, vagy az asszony maga elé veszi, hogy a nőket semmiben nem nézik, hogy nagyon sok, és tudom, hogy ez általánosítás, és hogy ilyet nem szabad tenni, és biztos vannak köztük is olyanok, akik nem ilyenek. Én nagyon biztos vagyok benne, biztos van köztük is normális, és biztos, hogy nem így nevelkedtek, őnáluk nem ez az élet, de ilyenkor azért az is felmerül bennem, hogy ott van egy olyan ember, aki szintén a családban volt, hogy ledolgozott nem 40 évet, csak 39 és felett. Majd hirtelen nagyon beteg lett, nem tudott dolgozni, és a rokonnyugdíjat azt nem kapta meg, és élt 20-28-30 ezer forintból. Azoknak, akik meg bejönnek így, és ütnek, vágnak, rúgnak, harapnak, és a saját szememmel láttam, ezt nem mondhatja senki, hogy nem, mert ezt én láttam a két saját szememmel, hogy bejön egy szupermarketbe, oda megy a fagyis jégkrémes izéhez, kiveszi belőle a fagyit, kinyitotta, így kivette, megkóstolta, visszaizélte a kezével, vissza a tetőt és visszarakta. Majd ezután vedd meg te is, edd meg. Tehát mondhatunk itt bármit, ez nem normális emberi viselkedés. Szóval én
nagyon szívesen segítek annak, akinek szüksége van rá, de úgy gondolom, hogy ahhoz úgy is kellene viselkedni. Az, hogy ezt el kell magyarázni, nekem ez nagyon fura. De még mindig azt mondom, hogy persze, akin tudunk, és akin kell, annak segítsünk, csak na, nem tudom, mi lenne itt a jó megoldás. Én nem tudok ilyet. Hála jó Isten, nem is az én tisztem ezt kitalálni. Megvannak erre az emberek. De mondom, tehát, illetve hát nem akarok egy ilyen tehát ilyen idegen ellenes izébe belemenni, de tényleg, tehát itt voltam a férjem valamikor éjszakára megy dolgozni, és akkor én itthon voltam az akkor pár hónapos gyerekkel, és itt hallottam, hogy üvöltenek, berúgnak, csapnak üvegeket, ajtókat, ablakokat, bedobálják kővel, és azért, na, hát ha magamat nem is a gyermekemet nagyon féltettem, ez az igazság, és mindent vehetek széjjel, szóval nem véletlen van úgy sok ember velük, ahogy. Ezzel legyünk azért tisztában. Mert megint más, mikor messze van valami, és akkor okosak vagyunk, és ha biztos így kell csinálni, meg megint más az, amikor ott van melletted, és pont téged akar agyonverni bármivel is. Szóval, na. Mindegy, ezt csak úgy megjegyeztem. Szóval, na, visszatérve a bullyingre, a gyerekek egymással, ahogy viselkednek, én ezt sem tartom, ezzel sem tudom, mit kellene kezdeni, ez egy nagyon-nagyon komoly téma. Erről órákat lehetne beszélni, és úgyse találnánk meg a megoldását. Az, hogy a gyerekek miért olyan gonoszak egymással, és miért bántják annyira egymást, hogy ennek hogy lehetne elejét venni, mert ez igenis egy nagyon komoly téma. Nem csak napjainkban, ez már nagyon régen, de most valahogy kezd kicsúcsosodni. Most az, amikor már Amerikából kezd átszivárogni a fegyver. És már nem csak Amerikában lövöldöznek, hanem máshol is. És én nem szeretném, ha ez Magyarországon is megtörténne. Én azt szeretném, hogyha egy kicsit valahogy oldjuk meg, hogy ne legyen ez. Ez borzasztó. De az is borzasztó, hogy velük viselkedtek. Szóval nem tudom, mi lenne itt is a... Írtam olyan is a elnézést a hangom miatt, még mindig nem az igazi. Tehát ne, hogy a leglehetetlenebb dolog a megelőzés lenne a cél, vagy az lenne a jó, ha ezeket mindet meg tudnánk előzni, de hogy, hát én nekem nincs ötletem, én nagyon remélem, hogy a megfelelő szakemberek erre, akik vannak valahogy, megpróbálják megoldani, és sikeresen oldják meg, mert egyik felet sem. Tehát aki a másikkal ilyet tesz, az a mit tudsz csinálni? Nem tudsz csinálni semmit, hogyha nagyon súlyos dolgot követel, akkor is mit tudom én, maximum javítóba kerül, mert még nincs akkor a korú. De attól azt a gyereket, akivel ezt tette, az annak nem lesz jobb, egy fokkal se, és örökké így kell élnie. És hogy megnyomorítja érzelmileg és lelkileg azt a másik embert? Szóval nem tudom, nem értem az embereket, nagyon sokszor nem értem. És ilyenkor mindig, hogy belebúsulok a dolgokba, és ilyenkor érzem, hogy kell nekem valamilyen olyan romantikus történelmi, vagy valami vicces, amit tudok nevetni, és nem csak ezt hallgatom. Hát ez igen, tehát érdekes amúgy, hogy egy krimi mennyi mindent ki tud belőlem hozni. Tehát látjátok, hogy én bár nem olvasok önsegítőket, meg ezeket, de én mindig ki tudom venni azt, amiről szól. Mert szerintem attól, hogy ez egy krimi akar lenni, és tényleg végül is ez a nyomozás rész sem rossz. Én szerintem itt az, hogy ezeket megemlíti, és olyan történeteket írt, amilyeneket, én szerintem próbált ő rávilágítani, vagy legalábbis én belőlem ki tudta hozni ezt, hogy ezeken megint elgondolkozzak, és megint kattogjon rajta az agyam. Ráraktam a címkét, ezt néztem már meg, és 2017-es, akkor igen. Tehát látjátok, 2017-es, és ott voltak ezek a menekültes dolgok, hogy rájuk gyújt. Tehát ilyen. Nem tudom, tehát nem tudom, mi lenne a helyes lépés, a helyes megoldás, egyik nagyon komoly témában sem, de mindenképpen kellene valamit találni, és nem ellenük, nem az a cél, hogy ő nekik legyen rossz. Én tényleg sajnálom azokat az embereket, akik ilyen helyzetben élnek, én nem tudom, mit tennék az ő helyükbe, biztos, hogy menekülnék, ahogy csak tudnék, csak abban sem vagyok biztos, hogy hosszú távon ez lesz a jó, hogy mindenki hirtelen berobban Európába, mert nem a helyet, vagy az ételt sajnálom tőlük, vagy a jobb életet, hanem valahogy azok, akiknek ez a dolgok, hogy ott, ahol ők éltek és laktak, nekik is sokkal jobb lenne, hiszen ott volt az ő hazájuk.
nekünk is, hogyha mi magyarok vagyunk, és innen el kellene menni, és akikkel beszélek, és külföldön élnek, és mondják, hogy a legnehezebb mindig az volt, hogy a honvágy, az, hogy hazavágytak. Bár a mai emberek már egyre kevésbé, de akik régen annak idején kimentek, mindig vágytak egy kicsit haza. Szóval, hogy mindenkinek a hazájában az az ő hazája, az az ő otthona, és talán ott kellene valahogy segíteni nekik. Nem tudom, hogy, tehát tényleg nem tudom, hogy mi lenne itt a jó megoldás, de az nem lehet jó megoldás, hogyha onnan mindenki eljön, és akkor ott van egy üres földterület, vagy nem tudom, tényleg nem tudom. Hál' Istennek nem az én tisztem. Ezeket eldönteni mindenki tudja itt, remélem, a saját dolgát. Én is a sajátomat csinálom, ezért nem is szoktam senki mást kritizálni, csak gondolkodni, hogy lehetne, mint lehetne, még ha nem is tehetek semmit sem. Legalábbis csak azt, amit az én kis erőmből telik, amit tudok, meg akint tudok, mindig segítek, aztán majd lesz, ahogy lesz. Én köszönöm, hogy megnéztétek. Még van pár könyv az augusztusiból, de az már lehet vegyítve lesz a szeptemberiekkel. Most szeretném megvárni egy kicsit, a hangom is rendbe jöjjön. Ne köhítsek annyit, mert egyszerűen már nem olyan hú, de jó. De ezeket a történeteket minél hamarabb meg szerettem volna veletek osztani, hiszen tényleg nagyon jó könyvek voltak ezek, én nagyon élveztem. Hál' Istennek 4 olyan könyvet hoztam most, ami mind a 4 tetszett, és mind a 4-et tudtam nektek ajánlani. És akkor még, ami maradt a augusztusi olvasmányaimból, az Bakti Viktor Integrálva, majd fogok róla beszélni, illetve a Ilfonso de Falconestől a Tengerkatedrálisai, és Robert Merlétől a Maleville. Ezeket már lehet, hogy egybe fogom hozni azokkal a kötetekkel, amiket szeptemberben olvasok, majd meglátjuk, de lehet, hogy majd külön, még ez a jövő zenéje. Hú, ez nagyon hosszúra sikeredett, elnézést kérek érte, remélem azért elnézitek nekem, hogy most egy kicsit olyan hosszúra nyúl, de élveztem kibeszélni őket. Látjátok, ennyivel más, amikor az ember szereti őket, és nem 2 perc alatt le tudja, hanem tényleg tudnék róluk mesélni még rengeteget. Én köszönöm, hogy itt voltatok, további szép estét kívánok, sziasztok!